a Zentai Pacsirtáj, a Zentai úti általános iskola kórusának műsorával, Sohonyai Edit író köszöntő gondolataival nyílt meg az intézmény aulájában Balogh Lajos és lánya Balogh Lizi fotókiállítása. Balogh Lizi életútja egyként mutatja meg a mélységeket és magasságokat. A tehetséges ifjú hölgy előtt kitárult a zenei pálya, a Herman László Zeneiskola és a budapesti Bartók Béla konzervatórium növendékeként. Az Alba Régia szimfonikus zenekar tagjaként is megmutathatta tudását, hogy aztán Münchenben folytassa zenei tanulmányait. Pályaiben nem teljesedhetett ki, hiszen agydaganatot diagnosztizáltak nála. A sikeres életmentő műtétet követően esett szerelembe a fotóművészettel, és mára az egyik legismertebb természetfotósként ismerhette meg az ország és a nemzetközi fotós társadalom. Lizit fiatal kislánykora óta ismerem. Ismertem akkor, amikor hegedűs volt az Alba Régia szimfonikus zenekarban, aztán követtem az életét, amikor kikerült Münchenben, és aztán hallottam, hogy mi történt vele. És az, hogy azok a csodálatos kis ujjacskák már nem tudják pengetni a hangszert, ez számomra nagyon fájdalmas élmény volt. És aztán mit kezd az ember az érzékenységével, az adni akarásával? Szóval azt gondolom, hogy Liziben és az édesapjában ez a szeretet vágyás, ez a szeretet adni vágyás mutatkozik meg a képekben is. Balogh Lajos az édesapa az eszmélés pillanatai óta fotózik. Emlékképeiben a maradandót, az egyszerit álmodja fotópapírra, majd a Pintér Károly Fotoklub tagjaként mélyíthette el tudását. Országos és nemzetközi pályázatokon vett részt, alkotásai számos kiállításon szerepeltek. Új tárlata megerősíti, hogy az értékteremtés az egyedi, a természetes látásmód továbbra is az övé. Az indítatás az az, hogy mivel tudjátok, hogy a leányom beteg volt, így sajnos kellett neki valamit adni az életébe, hogy tudjon fényképezni, megtanítottam fényképezni, és hát egyre jobban fejlődik az indítatás az ez. Mert én fotóztam, csak abba hagytam, és akkor 30 év után újra elkezdtem, mivel a leányom beteg lett. A kiállítás megerősítette, hogy a Balogh család túllépve a betegség okozta traumán megtalálta azt a művészeti ágat, amelyben kiteljesedhet apa és lánya egyaránt.